Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy tisztelettel a mai reggelen. Október 2-a van, a Paksi Pünkösdi Gyülekezet Isten tiszteletén vagyunk jelen. Köszöntök mindenkit, aki itt van a helyszínen, kedves gyülekezet, nagyon jó benneteket látni. Szépen mosolyogtok rám, biztos azért, mert jó kedvetek van, ennek örülök. Ennek örülök, Isten áldjon meg benneteket, és kívánom azt, hogy a mai napon találkozzunk az Úr Jézussal. Fogunk dicsőíteni, és Dénagy Tamás lelki pásztorunk fogja az igét hirdetni, és érezzétek magatokat otthon, jó helyen vagytok. Istennek a házában vagyunk, úgyhogy jó helyen vagytok. Azokat is köszöntöm, akik a Telepaks műsorán néznek bennünket, felvételről láttok bennünket, akármikor is nézitek ezt az adást, én azt kívánom, hogy Isten áldjon meg benneteket is, és használja ezt a műsort a ti életetekben arra, hogy belenyúljon és tegyen veletek valamit, amire szükségetek van. Lehet, hogy csak a háttérben szól ez a műsor, miközben a házi munkát végzitek, vagy lehet, hogy kifejezetten kerestétek ezt a műsort, akár bennünket, akár a vallási magazint. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, és Isten áldjon meg benneteket. És azokat is köszöntöm, akik talán még később a YouTube oldalon csatornán találják meg ezt a felvételt. Benneteket is köszöntelek. Ti valószínűleg kerestétek ezt az adást, és azért találtátok meg. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy velünk tartotok, és szintén bármikor is nézitek. Isten hatalmas, és ő tud válaszolni a kérésekre. Ő tud válaszolni az imádságokra. Sőt, akar válaszolni. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy október 2-án, amikor itt vagyunk, és hallgatjuk ezt, és veszünk részt benne személyesen, vagy egy monitoron, vagy egy televízión keresztül, egy üveglap mögül vagyunk jelen, Isten akkor is megszólítható. Ez itt egy imaház, fehérre meszelt ilyen kocka imaház. Másként néz ki, mint egy templom. Pakson nagyon szép templomok vannak. Kérdezlek benneteket, paksiak. Mikor jártatok utoljára a Szentlélek templomban például? Az új templomként is ismerjük, itt a városban. Lehet, hogy régen. Érdemes elmenni. A turisták járnak, ki van alakítva előtte egy buszmegálló, nem véletlenül. Turisták járnak megnézegetni a Makovec Imrének a zseniét, az építészek, a tervezők tanulmányozzák. Ki van cserélve a tetőn, a tetőablak nem ázik be. Gyönyörű szép. Nekem a kedvenc, talán a kedvenc építészeti stílusom a gótikus. Magyarországon nem sok gótikus templom van. Talán a budai Mátyás templom az egyetlen, ami most így eszembe jut. Az a monumentális világ, ami ott megjelenik, az építésznek, a tervezőnek, a művésznek az agyából, ami kipattant, amit megvalósított, az egészen lenyűgöző. És próbál valamit, azt gondolom, értelmezésem szerint, az Istennek a dicsőségéből bemutatni, megmutatni. És ezek a hatalmas belmagasságok, ami ránk itt nem jellemző egyáltalán, de ezekre a templomokra igen, az a mai pillanatban, az történelem mai pillanatában a rezsiköltségeknek nem annyira tesz jót. Arra viszont nagyon alkalmas, hogy amikor az ember oda belép, majdnem úgy érzi magát, mint hogyha szabad téren lenne. Egy zárt tér mégis majdnem olyan, mint a szabad tér lenne, mert annyira fölfele irányítja az embernek a tekintetést, és hozzászokunk ahhoz, hogy csak a síkban gondolkodunk, és az ember lehajtott fejjel jár kell az utcán, végzi a mindennapi teendőit, és elszokott attól, hogy van magasabb dimenzió ennél, és csak a vízszintesben gondolkodunk olyan gyakran. Magamról is beszélek természetesen. És belép az ember egy ilyen templomba, és így csodálattal néz föl, húzza az ember tekintetét fölfele, a keskeny, magas ablakok, a fölfele mutató csúcsok. Annyira alkalmas erre. Nem? És igazából, amit szeretnék nektek elmesélni most ezzel, az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen templomban keresed az Istent. Teljesen mindegy, hogy egy gyönyörű, szép, gótikus templomban
keresed Jézus Krisztust, vagy egy faszerkezetes Szentlélek templomban keresed Pakson, vagy a reformáció idején lemeszelték a falakat fehérrel, hogy ne legyen pompa, ami elvonja az emberek figyelmét, hanem egyszerűen csak Jézusra figyeljünk oda. Vagy egy ilyen kockaimaházban, mint a miénk. Teljesen mindegy. Miért? Azért, mert hol van Jézus Krisztus? Ott, ahol te vagy. Jézus Krisztus ott van, ahol te vagy. És az imaházakra, a templomokra nem neki van szüksége. Azok találkozási pontok, de azokra az embernek, nekem van szükségem. A templomra, a dedikált helyre, amiről tudom, hogy az Istennel való találkozásnak a helyszíne, az nekem kell. Azért, hogy amikor keresem Istent, akkor ezt fizikailag is kifejezhessem valamivel, valahova elmegyek. De tudod-e, hogy ott, ahol te vagy, bárhol legyél, Isten ott van. És nem csak bárhol, hanem bármikor legyél. Jézus Krisztus ott van. És nem csak bárhol és bármikor, hanem bárhogyan. Bárhogyan. Meg lehet őt szólítani. Bárhogyan. Tisztán is, meg mocskosan is. Amikor szentnek érzem magam, mert jól mennek a dolgok, és úgy érzem, hogy eleget adakoztam, vagy elég jót tettem aznap, Isten akkor is meghallgat. És tudod mit? Ha nem imádkoztál 3 éve, és nem jártál templomban talán soha, és azt sem tudod, hogy hogyan kell ezt a dolgot csinálni, hogy imádság, akkor is meghallgat. Ahhoz, hogy imádkozzál, ahhoz, hogy Krisztussal kapcsolatba kerülj, nem kell sok dolgot tudnod. Nem kell a tökéletes megfogalmazásokat tudnod. Nem kell a tökéletes imádságokat kimondanod. Szerintem ennél sokkal egyszerűbb. És talán 2 dolgot el kell mindössze tudnod. Az egyik, hogy hogyan szólítom meg. A neve. Az élő Isten, a teremtő, mindenható Istennek a neve Jézus Krisztus. Így hívják. Nincs belőle több, nincs belőle másik. Egy van belőle, ő az igazi, ő az egyetlen. A názareti Jézus Krisztus, aki egy római kereszten, Jeruzsálem mellett a Golgota hegyen meghalt. Ő az élő Isten. Ő a mindenható Isten. Benne hiszünk, és őt keressük. És nem kell róla, sok mindent nem kell róla tudnod. Csak a nevét, Jézus Krisztus, az egyik. És a másik, azt kell még tudnod róla, hogy ő hall téged. Hogy hallja, amikor megszólítod. A Lukács evangélium a 17. részének 5-től 6-ig tartó szakasza így szól. Akkor az apostolok kérték az Urat, erősítsd a hitünket. Ő így válaszolt, ha legalább akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor mondhatnátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki tövestől, és gyökerezzen meg a tengerben. Az pedig engedelmeskedne nektek. Elhinni, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, és elhinni, hogy ő hal téged, ez mustármagnyi hit. Ehhez nem kell sok. És tudod, hadd mondjam el, hogy teljesen valid imádság az, ami úgy kezdődik, hogy Jézus, ha létezel. Nem tudom, hogy hogyan kell ezt csinálni, de ha hallasz engem. Remélem nem vagyok bolond, amikor ezt csinálom, de légy szíves. Szabad így imádkozni. Jól mondom? Lehet így imádkozni. Miért? Azért, mert ez a mustármagnyi hit. Ez a mustármag a legkisebb. Azt hiszem, legalábbis nem vagyok mezőgazdász. De az egy nagyon-nagyon pici gomb. Mag. Talán az egyik legkisebb. És nagy fává tud felnőni. Köszöntelek benneteket a mai Isten tiszteletünkön. És arra kérlek benneteket, hogy álljunk fel,
És imádsággal kezdjük ezt az Isten tiszteletet. Úr Jézus Krisztus, megváltó mindenható Istenünk, köszönöm, hogy téged egyszerű szavakkal meg lehet szólítani. Köszönöm, hogy előtted őszinték lehetünk, önmagunk lehetünk, önmagam lehetek. Köszönöm azt, hogy te egy hatalmas, élő, mindenható Isten vagy, aki képes vagy arra, hogy belenyúlj az életembe, és megváltoztass benne mindazt, ami nem helyes, ami nem építő, ami nem egészséges. És Uram, arra kérlek, akár itt a helyszínen, akár a tévén keresztül, akár a YouTube-on keresztül, bárki látja, hallja ezeket a szavakat, és téged, Jézus Krisztus, egyszerű, őszinte szavakkal megszólít, te hallgass meg. Kérlek, hogy hallgass meg. És amit kér, hittel, és a te akaratoddal megegyezik, azt te tedd meg. És te azért jöttél, hogy aki elveszett, azt megkeresd, és mindenki, aki beteg, meggyógyítsd, és a rabokat kiszabadítsd, és mindenkit, akinek fájdalma van, megkönnyítsd. Drága mindenható édesatyám az Úr Jézus Krisztus által, köszönöm, hogy ezt a munkádat nem hagytad abba, nem hagytad félbe, hanem ma is végzed. És vágyom arra, és kérem tőle, drága Jézus, hogy cselekedj az életünkben, hogy cselekedj a barátaim életében, akik néznek és hallgatnak bennünket, vagy itt vannak a teremben. Istenem, kérlek, hogy mutatkozz be nekünk, Úr Jézus Krisztus. Mutasd meg, hogy te élőható, mindörökké igaz Isten vagy, aki hűséges az ígéreteihez. Úr Jézus, te azt mondtad, hogy velünk vagy a világ végezetéig minden egyes napon. És Uram, hozzuk eléd azokat az élethelyzeteket, kríziseket, traumákat, nehézségeket, betegségeket, amikkel nem tudunk mit tenni, amikkel talán évek óta küzdünk, amiben nincsenek megoldások, és amiben nem nagyon van lehetőség. Atyám, gondolok akár az ukrajnai háborúra, gondolok akár a rezsi dolgokra. Uram, olyan sok a bizonytalanság, és olyan sok honfitársunk ér, nem csak a létminimum küszöbén, hanem egyszerűen ilyen szorongásban. Mindenható Istenem, te vagy az, aki megoldást tudsz adni, aki szabadságot tudsz adni, aki eltörlöd a félelmeket. Drága Istenem, kérem, hogy a te jelenléted legyen itt velünk, ahogyan megígérted, és a felvételen keresztül is légy megtapasztalható, és aki csak megszólít téged ezzel a picike mustármagnyi hittel, Úr Jézus Krisztus, ha létezel, kérlek, hogy cselekedj. Hallgass meg ezeket az imákat, és válaszolj az élő Isten dicsőségére, hogy a te királyságod minél nagyobb legyen, és hogy lássák meg ebben az országban és ezen a világon, hogy a mi Istenünk, az Úr Jézus Krisztus él és működik, és legyen téged ezért a dicsőség mindörökké. Amen. Az első dalunk az arról szól, hogy kiválasztottál és új szívet adtál. És egy dolgot akarok csak elmondani, hogy én mindig az utolsó szavak, amit az ember a halál előtt mond, azért fontosak. És Jézus a halál előtt mondott dolgokat, de egy nagyon érdekes helyzet van vele, hogy ő a feltámadása után és a mennybe menete előtt is mondott dolgokat. Ez az emberek többségre nem jellemző. De van egy mondata, és ezt most a Barnabás idézte is, hogy imé én veletek vagyok a világ végezetéig. Ez egy olyan mondat, amit én gyerekkoromban mindig ígéretként kezeltem. De Jézus nem ígérget. Ő nem azt mondja, hogy hát megpróbálom, ha minden jól megy, ha te is úgy akarod, stb. Nem. Én veletek vagyok a világ végezetéig, ez egy tény. És engem Isten 14 éves koromban ragadt meg, kissé okult, erősen lázadó gyerek voltam, de engem Isten kiválasztott. És 14 éves korom előtt is velem volt. Nem voltam tökéletes. Utána is voltak hibáim, és még most is rám lehetne húzni egy pár dolgot, de Isten kiválasztott, és ezt a kiválasztását ő nem bánta meg. És titeket is így akar kiválasztani. Az egész világot kiválasztotta, de nekünk kell erre a kiválasztásra igen mondani. Yeah.
és a szívünket nyissuk ki előtte, és imádjuk őt. Mondjuk el azt, ami a szívünkben van. Öntsük ki a szívünket, a hálánkat, a köszönetünket neki. Drága Uram, köszönjük, hogy így jöhetünk Te hozzád. Egy szívvel közösen, Uram, köszönjük, hogy kinyithatjuk a mi szívünket előtted, és hálát adunk neked. Uram, hálát adunk azért, hogy megőrizted az életünket. Köszönjük, hogy itt vagyunk, és köszönjük, hogy Téged dicsérhetünk. Uram, rád bízzuk az életünket, ahogy énekeltük is. Uram, és azt mondjuk, hogy nálad van a biztonságunk, nálad van az otthonunk. Uram, rád bízunk a mi életünket, a mi dolgainkat, imádunk és magasztalunk Téged. Köszönjük, Uram, hogy mindez ideig megőriztél. Köszönjük, Uram, az elmúlt napokat. Köszönjük, Uram, hogy békesség van az országunkban. Uram, köszönjük a családjainkat. Köszönjük a kapcsolatainkat. Köszönjük a munkahelyeinket. Uram, áldunk Téged. És Uram, megszólítunk Téged. És Uram, kinyitjuk előtted a szívünket, kinyitjuk. Uram, rád bízzuk az életünket. Uram, hittel jövünk eléd, hittel szólítunk meg Téged. És Uram, én most arra kérlek, hogy a mi terheinket átadjuk Neked. És Uram, ha tudjuk nyitott szívvel átadni Neked a mi terheinket. Uram, hívunk be az életünkbe, hogy érintsél meg bennünket. Uram, érintsél meg, akár fizikai, akár lelki betegséget hordozunk. Uram, arra kérünk, hogy érintsél meg. És Uram, kérünk gyógyulást, kérünk helyreállást. Uram, hálát adunk neked, hálát adunk. És Uram, gyógyuljon meg minden probléma, minden betegség Jézus nevében. És köszönöm, Uram, hogy Te vagy az, aki megbocsátod minden bűnünket, és meggyógyítod minden betegségünket. És Uram, imádkozunk, hogy jöjjön el a Te országod, és legyen meg a Te akaratod. Uram, legyen áldott a Te neved, és kinyitjuk a mi szívünket, és akarjuk hallani a Te hangodat a mai napod is. Amen. Menjünk még tovább egy kicsit dicséretben, és utána hallgatjuk majd Isten igényét. Megtartod néved, hűség.
Amen. Amen, amen. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, foglaljatok helyet. Abban a jó reménységben vagyunk és lehetünk, hogy amit éneklünk, az valóság. És nem azért, mert mi találtuk ki, vagy egy költő megírt egy szép dall, vagy szöveget, egy zeneszerző meg egy szép dallamot komponált rá, és kitaláltak valamit. Egyébként egy költő egy jó verset írt, meg egy zeneszerző jó dallamot hozott hozzá, de a valóságot komponálták meg. És velünk van ez a hűséges Isten, és számíthatunk az ő jelenlétére, számíthatunk az ő közelségére. A gyermekeinket elbocsátjuk, a gyerekfoglalkozásokra köszönjük a gyermektanítóknak, hogy foglalkoztok a csemetéinkkel, és áldja meg Isten ezt a szolgálatot, és bízunk benne, hogy ahogyan sok haszna és értelme van, hogy a gyerekek iskolába járnak, mert azért csak ragad rájuk sok minden, és mire felnőttek lesznek, addigra sokat fognak tudni. Hisszük azt, hogy hasonlóan a gyerekfoglalkozások, a Biblia körül való foglalkozások a gyerekeknek a hitvilágát építi és tágítja, és nem csupán ismereteik lesznek a Bibliáról, hanem megismerhetik magát az élő Istent, vagy megismerhetik az Úr Jézust. És ezt kívánjuk mindenki számára, hogy minél hamarabb találkozon az Úrral, annál több rossz dolgot fog elkerülni. Minél hamarabb valaki az élete során, minél hamarabb kezdi a Krisztus útját járni, annál több jó szerencsébe van része. Annál kevesebb rossz dolgot gyűjt össze, és azért ez nem ártalmas, hogyha az ember kevés sebet szed, sok seb helyett, kevés kudarca van, sok kudarc helyett, és hogyha van az életének egy vezérlő személyiség, és Jézus Krisztus pedig a vezérlő személyiség. A mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy a szükségeink harmóniája. Szükségeink harmóniája. Egy különleges igét választottam, és ezt el is akarom olvasni, Máté evangéliumának a 21. fejezetéből az első 10 verset, akiknek van Biblia a keze ügyében, keressük meg, és ajánlom kedves nézőinknek, hogy ha valakinek nem keze ügyében van a Biblia, hanem valahol a polcon fönt porosodik, akkor le lehet porolni, és meg lehet keresni, és tudjuk együtt olvasni ezt az ige szakaszt, Máté evangélium a 21. fejezetéből, az első 10 verset. A következőképpen hangzanak ezek a mondatok. Amikor Jézus közeledett Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek el az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedik azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamár háton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltatta, Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojult az egész város, és ezt kérdezgették, kicsoda ez? A történet a virágvasárnapnak a történetéhez kapcsolódik, és hát nem ilyenkor októberről szoktunk erről tanítást hallani, vagy olvasni ezeket a szakaszokat, de mivel, hogy Isten igének mindig van, és mindig lehet aktuális üzenete a számunkra, ezért a mai napnak ez a textusa. A szamárnak a szükségeiről szeretnék beszélni, és persze miközben történik egy ilyen igehirdetés, nyugodtan beleképzelhetjük magunkat a történet bármelyik szereplőjébe, akár még a szamáréba is.
Mégpedig az a kulcsmondat, hogy az Úrnak szüksége van erre a szamára. Az Úrnak, az Úr Jézusnak szüksége van. Valamire szüksége van, és történetesen most éppen erre a szamára van szüksége. Kicsit ugorjunk visszább, és magunkhoz, mégpedig az emberi szükségeinkhez, az emberi szükségleteinkhez. Nyilván nem fogok tudni most mindenről, vagy túl sok mindenről beszélni, de három olyan területe van a személyiségünknek, az emberi lényünknek, az emberi mi voltunknak, amelynek konkrét szükségletei jelennek meg, és mi pedig ezeket a szükségleteket teljesen értelemszerűen szeretnénk betölteni, hogy ne legyenek meg azok a szükségek, hanem be legyenek töltve ezek a szükségeink. Az első ilyen szükségünk a személyiségünknek, és nem szeletelem föl, hogy a személyiségünk mely részének, hanem úgy összességében nekünk, szükségünk van arra, hogy tartozzunk valahová, hogy tartozzunk valakihez. És hát stílszerűen hadd olvassam föl Ady Endrének az egyik versét. Ha már a Bibliából olvastunk, akkor nézzük meg, hogyan fogalmazza Ady Endre 1909-ben ezt a szükséget, mégpedig a sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Egy ősi vágyat fogalmaz meg ebben a költő, azt a vágyunkat, ami mindegyikünknek ott van, hogy legyünk valakié, hogy tartozunk valahová. És ahogy fogalmazza itt ebben a versben, hogy mintha benne lenne egy ilyen kis távolságtartás, vagy akár egy büszkeség, hogy igazából én nem tartozok senkihez, nekem ez teljesen jó, ez a titokzatosság, ez a kiismerhetetlenség, ez a távolságtartás, olyan lidérces messze fény vagyok, olyan éjszakfog, titok, idegenség, nem tartozok senkihez, de nem érzem jól magam ebben a helyzetben. Van egyfajta kényelmessége ennek a távolságnak, ennek a senkihez nem tartozomnak, van egy biztonsága, nem hoznak kellemetlen helyzetbe, inkább tartanak tőlem, de nem erre vagyok én. Nem erre vagyok teremtve, nem erre vagyok, ezért vagyok a világon, hogy senkihez ne tartozok, nem érzem jól magam. Szeretnék valakihez tartozni, és ezért küzdök, azt mondja, ezért van minden önkínzás, ezért van ének, mert azt szeretném, hogy szeressenek. És hogy lennék valaki, tartozok valakihez. Az embernek egy nagyon fontos szüksége, emberi szüksége, hogy tartozunk valahová, tartozunk valakihez. Mégpedig azért van erre szükségünk, mert kell nekünk töltődnünk. Kell töltődni az érzéseinknek, kell kapnunk valahonnan impulzusokat, benyomásokat, ismeretet, szeretetet, érzéseket, tartalmat, amivel föltöltődünk, és kell, hogy kapjunk, kell, hogy töltődjünk, kell, hogy tanuljunk. Kell, hogy legyünk olyan helyzetben, ahol mi, mint fogadófél vagyunk, és csak kapunk, 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 kapunk. És még akkor is szükségünk van erre, amikor már nagyon fölnőttünk, amikor már nagyon önállóak, már nagyon beteljesedettek vagyunk, de az ember lényének van egy része, ami mindig vágyik erre, és ez egy jogos igény, az ember akar kapni, akar töltődni, akar valahová tartozni. Amikor az Úr Jézus kiválasztja a tanítványait, csak idézem a Lukács evangélium a 3. fejezet 14. verséből, Lukács 3.14-ből, azt mondja, hogy kiválasztotta ott azt a 12-t, hogy vele legyenek. Hogy vele legyenek. És ezért nagyon fontos, hogy Jézus be akarja tölteni az embernek ezt a szükségét, hogy tartozzon az ember valahová. Hogy akkor tartozzon ő hozzá. És hogy legyen vele. Hogy Jézusból kapjon, halljon, lásson, töltődjön, tanuljon, vele töltsön időt, és hogy vele legyen. Kicsit később, János evangélium 6. fejezetben Jézus elmond egy néhány nagyon nehéz mondatot, nagyon nehéz tanítást,
És annyira kiakadnak rajta, és megbotránkoznak, hogy sokan elhagyják, és onnantól kezdve nem járnak vele. És a János 6.66-ban azt olvassuk, hogy Jézus megkérdezi, hogy ti is el akartok menni? Akiket azért választottam, hogy velem legyetek, ti is el akartok menni? Jézusnak is szüksége volt arra, hogy vele legyenek. Nem csak a tanítványoknak, az embernek volt szüksége arra, hogy Jézussal legyen, hanem az Isten fiának, az ember fiának, Jézusnak is volt egy ilyen szüksége, hogy vele legyenek. Isten szeret az emberekkel lenni. Isten szeret az emberekkel lenni. És Isten jól érzi magát, és jól akarja magát érezni az emberekkel. És akkor az emberek is, ha szeretnek Istennel lenni, akkor mindenki jól érzi magát. Ti is el akartok menni? És végül Jézus egész közel már a halálához beszél a tanítványaihoz, és azt mondja nekik a Lukács evangélium a 22. fejezet 28. versében, Lukács 22-28-ban úgy olvassuk, hogy ti velem maradtatok, mindvégig velem voltatok az én kísértéseimben is, a legnehezebb időszakomban. Vannak olyan élethelyzetek, amikor annyira szükségünk van rá, hogy a legnehezebb helyzetünkben csak legyen velünk valaki. Ne szóljon egy szót sem, ne mondjon semmit, csak legyen ott. Csak érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy velünk van valaki. Hányszor értelmetlennek érezzük, hogy mondjuk valaki mellé, aki mondjuk gyászol, vagy betegségben van, vagy valami kudarc érte, hogy ott vagyunk, és mondjunk neki valamit. Mit mondjunk? Sok esetben nem kell mondani semmit. Ott lenni. Vele lenni. Az egy nagyon fontos segítség, hogy ott lenni. Vele lenni a nehézségben, a küzdelemben. És nem tud úgysem megoldani, lehet, hogy ő sem tudja megoldani, de abból az embernek a személyisége, a lelke erőt merít, hogy valaki vele van, együtt van vele. És lehet, hogy mi, akik nem éppen ilyen nehéz helyzetben vagyunk, nem ugyanazt érezzük, mint amit az érez, akivel ott vagyunk. De amikor mi vagyunk krízis helyzetben, nehéz helyzetben, és valaki csak ott van mellettünk, és azért jön oda, hogy velünk legyen, és azt lelkét megoszta, ne szóljon semmit, akkor érezzük, hogy milyen sokat jelent ez. Mennyire sokat jelent. Mert az embernek egy nagyon fontos belső szüksége, tartozni valahová, lenni, ott lenni valakivel, kitartóan ott lenni. És az Úr Jézus meghív bennünket erre a kapcsolatra, erre a közösségre, hogy vele legyünk. És amikor vele vagyunk, akkor egyébként még emberekkel is könnyebben tudunk együtt lenni. De nekünk embereknek az ember az emberrel is szükségünk van, hogy legyünk valakié. A második ilyen fontos szüksége a személyiségünknek, kicsit nyakatakért lehet a mondata, hogy megfogalmaztam, de én így találtam a legtalálóbbnak, vagy így gondolom legtalálóbbnak, mégpedig az, hogy szükségem van arra, hogy szükség legyen rám. Szükségem van arra, hogy szükség legyen rám. Éreznem kell azt bizonyos élethelyzetekben, hogy rám szükség van. Hányszor érezzük magunkat egy társaságban úgy, hogy itt nincs semmi keresnivalónk. Itt nincs ránk szükség. Itt én nem kellek. Mert hogy keressük azt, hogy hol van ránk szükség. Nem mindig keressük ezt, és nem is kell mindig keresnünk. De a személyiségünknek van egy ilyen része, amelynek erre van szüksége, hogy érezze, hogy szükség van rá. És amikor érzem, hogy szükség van rám, akkor kezdek belül mozogni, és kiderül az, hogy én be tudok tölteni szükségeket. Szeretnék olvasni egy ilyen szakaszt a Máté evangélium 20. fejezetéből. Jézus egy példázatot mond el, amikor egy szőlő terület tulajdonosa munkásokat keres, napszámosokat keres, hogy jöjjenek ki a szőlőjébe dolgozni, és a példázat szerint kimegy reggel 6-kor, fölfogad néhány munkást, kimegy 3 órával később, kimegy délbe, kimegy délután 3-kor, és még délután 5-kor is kimegy, este 6-ig tart a munkaidő, és még a munkaidő vége előtt 1 órával kimegy, és még mindig lát ott embereket, akik várják azt, hogy hát, ha valaki majd fölfogadja őket. És olvasom így a Máté evangélium a 20. fejezet 6 és 7 verset. Máté 20, 6 és 7. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket.
Erre azt mondta nekik, menjetek el ti is a szöllőmbe. Nem kellettünk senkinek egész nap. Nem volt ránk szükség. Keressük az értelmét a napnak. A létezésünknek keressük az értelmét. Szeretnénk, hogy szüksége legyen ránk valakinek, de nincsen senkinek szüksége ránk. És akkor ez a szőlősgazda azt mondja, de nekem szükségem van rátok. Gyertek és dolgozzatok a szőlőmbe. És csak egy órát, de dolgozzatok. Nekem szükségem van rátok. És ezt Jézus önmagáról mondja, meg a mennyei atyáról mondja, hogy ő neki, rád, meg rám, az életünk bármely szakaszában szüksége lehet. Vagyis fordítsuk meg, be akarja tölteni azt a szükségünket, hogy ránk szükség legyen. És úgy, ha nagyon őszinték vagyunk, most egy ilyen szőlős gazdának tényleg szüksége volt, hogy ott valaki még egy órát kapirgáljon? Megtehette volna, hogy reggel az összeset fölfogadja, és aztán délutánra nem marad senki, és azt mondja, hogy na akkor hasznos. Ráadásul tudjuk azt, hogy ugyanannyit fizetett a egy órát dolgozónak, mint a 12 órát dolgozónak. Tehát egy gazdasági csőd volt ez a szükséghelyzet teremtése, de ő azt akarta, hogy azok az emberek érezzék azt, hogy szükség van rájuk, és legyen betöltve ez a szükség. Nem önmagáért tette. Nem neki van szüksége az emberre. Az embernek van szüksége arra, hogy érezze, hogy hasznos, hogy őre szükség van. És Isten betölti ezt a szükségünket. Egyébként, hogyha a hétköznapi normál életünkben nem érezzük, hogy ránk szükség van, ez hiánybetegséget okoz a lelkünkben. Olyan, mint egy vitaminhiány. Egyszerűen mi arra vagyunk teremtve, hogy szükségeket betöltsünk, hogy tevékenykedjünk, hogy ne csupán fogadjunk, kapjunk. Jó, hát, de egy idő után már telítődik a személyiségünknek ez a része, és a személyiségünknek az a része, amely viszont tevékeny akar lenni, és nem talál tevékenységet, nem találja meg azt, hogy rá hol van szükség, akkor torzulni fog. És nagyon sok ember ezért egy idő után elsorvasztja azt a képességét, hogy ő adjon, hogy ő cselekedjen, hogy ő tevékenykedjen. És marad a fogadó állapotban, akkor engem lássanak el, és akkor tessék, csak nekem. De az embernek az egészséges fejlődéséhez szükség van arra, hogy ő is adjon és tevékenykedjen. Szükségünk van arra, hogy ránk szükség legyen. Szükségünk van arra, hogy felelősséget tudjunk vállalni, hogy lehessen ránk terhet rakni. Még akár arra is, hogy szélsőségesek kihasználjanak bennünket. Meg kell tapasztalnunk, hogy milyen, amikor kihasználnak bennünket. Ebből legalább annyit megtanulunk, hogy mi hogyan és miért ne használjunk ki másokat. Rossz esetben azt tanuljuk meg belőle, hogy mi is használjunk ki másokat szélsőségesen, ha már bennünket szélsőségesen kihasználtak. Ez is torzulás. Az egészséges személyiséghez szükség van a tehervállalásra, és erre a korlátozott tehervállalásra. Erre a korlátozott önátadása. A munkaidőnk korlátozottan, az életerőnk korlátozottan adódjon át. A tevékenységek korlátozottan. Most figyelmeztetlek benneteket, kedves tulajdonosok, cégvezetők, vállalkozásvezetők, hogy a munkaerővel, az emberek munkaerejével, munkaidejével jól bánjatok. Korlátozottan vegyétek igénybe. Ne az életüket kérjétek, csak a munkaidejüket, csak azt a néhány órás munkaerőt kérjétek. Az ő képességekből csak azt a néhány órát naponta. Ne az egész életüket kérjétek, mert az embernek nem arra van szüksége, hogy korlátlanul odaadja a munkaerejét ilyen tevékenységekre. Csak egy része a személyiségnek, ami erre való, hogy szükség legyen rá és szükségeket töltsön be. Viszont ha meg nem tanuljuk meg, hogy adjunk az időnkből, adjunk az erőnkből, hogy felelősséget terheljenek ránk, ha ezt nem tanuljuk meg, akkor torzul a személyiségünk, és nem vagyunk hasznosak. Márpedig szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy ránk szükség van, hogy hasznosak vagyunk. És végül a harmadik eleme ennek az emberi szükségleteinknek az, amiről itt a Szamár esetében olvastunk. Ugyanis azt olvastuk, hogy az Úrnak van szüksége rá. És amikor meglátják ezt a szamarat, meg a csikóját, és elkötik, akkor a szamár, meg a gazdái sem tudják, hogy na de mire van szüksége az Úrnak egy szamára? Miért kell neki egy szamár? Miért pont egy szamár kell neki? Mit tud kezdeni egy szamárral? Vagy mi az, amit nem tudna megtenni egy szamár nélkül?
Hát eddig elboldogult Jézus szamár nélkül, most miért kell neki pont egy szamár? Az Úrnak szüksége van, és ahhoz, hogy be tudjon töltődni valami, ahhoz ezt a kockázatot föl kell vállalni, hogy Istennek szüksége van rám, de nem tudom, hogy miben van rám szüksége. És úgy mondok igent arra, hogy igen, Uram, itt vagyok, hogy amiben neked szükséged van rám, arra adjam magam, hogy nem tudom, hogy mire adom magam. Az előző szakaszban a szőlőmunkások azért mentek, hogy napszámban dolgozzanak, és tudták, hogy mire mennek ki. Legalábbis nagyjából lehetett kalkulálni. De hogy az Úrnak mi a csodának van szüksége szamára, ezt se a szamán, se a gazdák nem tudták. Sőt, még a tanítványok sem, akiket elküldött a szamárért. Aztán, amikor megérkezett a szamár, akkor összeállt a kép, hogy ja, miért is volt szükség rá. Azért volt szükség erre a szamára, hogy egy több évszázados profécia beteljesedjen. És a tanítványok akkor ismerték ezt föl, amikor Jézus már föltámadt. János evangéliumban ez a történet úgy van leírva, hogy csak amikor Jézus föltámadt, utána értették meg, hogy ja, azzal a szamárral egy profécia teljesedett be, ami arról szólt, hogy a király a szamár háton jön. Barátaim, királyok abban az időben soha nem használtak szamarat. Bevonulásra nem. Lovat inkább, harci kocsikat inkább, trón, ilyen gyaloghintót inkább, de szamarat még olyan király nem volt. De hogy egy profécia beteljesedjen, és hogy valakik ráismerhessenek, hogy ez az a proféta, aki meg van ígérve, az kellett, hogy ez így történjen. A szamár nem tudta. A gazdái nem tudták. A tanítványok nem tudták. De Jézus tudta, hogy mire kell neki a szamár. És amikor Jézus azt mondja neked és nekem, hogy szükségem van rád, és kitárjuk a kezünket, jó, Uram, rendben van, de mire van szükséged? Hát rád. Na jó, 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 de pontosíthatnánk? Még nem. Az a kérdés, hogy megbízol-e bennem annyira, hogy tudod, hogy én valami különlegesen jó dolog miatt mondom azt, hogy szükségem van rád. Amit lehet, hogyha előre mondanám, megriadnál tőle, vagy elbíznád magad tőle, vagy értetlenkednél. Én most csak azt kérem, hogy bízz bennem, amikor én mondom, hogy szükségem van rád, akkor abból mindenki jól jár, abból valami nagyon jó dolog fog kisülni. Mind a négy evangélium megemlíti egyébként ezt a konkrét történetet, és kicsit más szemszögből, de mindegyik hozza. Amikor Márk és Lukács írja le, akkor hozzáteszi, hogy egy olyan szamáról van szó, amelyen még ember soha nem ült. Amelyen még ember soha nem ült. Ez a szamár, most nem tudjuk pontosan, hogy mivel a három evangélium, vagy a négy evangélium egy picit másképp hozza, hogy most Jézus magára a szamár mamára, vagy a szamár csikóra ült rá, mert a Márk meg a Lukács meg a János másképp hozza, mint a Máté. Na mindegy, de az van írva, hogy nem ült még rajta senki. Ez a szamár, ez nem egy tapasztalatlan szamár volt, csak emberhordozásban nem volt tapasztalt. Teherhordásban tapasztalt volt. Valamilyen munkatevékenységben már tapasztalt volt. Tehát nem egy ilyen zöldfülű szamár volt, aki még soha semmit nem csinált, csak ember még nem ült rajta. És most egy olyan feladatra lett kiszemelve, amit még soha nem csinált. Tehát ha azt mondta volna a szamár kérdésére Jézus, hogy rád akarok ülni, hát Jézus, hát soha nem ültek még rajta. Hát én még ilyet soha nem csináltam. Hogy kell azt csinálni? És hogyha összetörik a gerincem, hogy mi lesz velem? Találta volna kifogásokat, és az ismeretlentől félt volna. De Jézus pont ezt egy ilyen szamarat nézett ki, és nem is kérdezte meg a szamár véleményét, és nem is mondott el sok információt. Amikor Jézus azt mondja, hogy szükségem van rád, akkor bízzál benne. Még ha olyan dolgot is fog veled elvégezni, olyan dologra fog használni, amit soha nem csináltál, vele tökéletesen jól fogod csinálni. Ez a szamár remekül vizsgázott, bevitte Jézust a hátán Jeruzsálembe. És olyan dicsőségben volt része, hogy szamárnak még olyanba soha nem volt része. Most, ha nézhettük volna a szamárat, ugye a szamár feje előrébb volt, mint Jézus feje. Tehát a szamár feje hallotta először az embereket, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és a kis szamár, hát azért ilyen megtiszteltetést, azért nem semmi.
az emberek a köntösséget oda terítették az útra, meg a zöld faleveleket, ágakat odaszórták. Hát figyelj, hát jó, akkor még nem volt aszfalt, de azt mondja, hogy ilyen pormentesítést azért még, hát ilyenben Szamárnak sose volt még része. Szóval olyan dicsőséget kapott ez a Szamár, hogyha előre mondta volna neki Jézus, hogy szeretném, hogyha ilyen szép módon bevonulnál, akkor nem vállalta volna föl, vagy azt mondta volna, hogy erre születtem, hát én Szamára királya vagyok. Nem mondja Jézus el, hogy mit szeretne. Nem mondja el, de kéri azt, hogy bíz benne. Mert hogy mi volt ennek a mondatnak a tartalma, hogy az Úrnak szüksége van rá. Ennek a tartalmának a másik fele, az érem másik oldala az volt, hogy a Szamárnak szüksége volt arra, hogy egy Szamár feletti munka, egy Szamár feletti küldetés beteljesedjen. Ezen a Szamáron még nem ült ember, de ez az ember, aki ráült, ez a Jézus, bevonul Jeruzsálembe. Ha most magunkat behelyettesítjük a Szamárba, akkor én, mint ember, be tudom vinni Jézust, az Istent egy városba. Bevinni Jézus Jeruzsálembe, és egy proféciát beteljesíteni, ez Szamár feletti volt. Bevinni Jézust egy kórházba, egy városba, egy faluba, bevinni egy családba, bevinni egy iskolába, hordozni Jézust, képviselni Jézust, ez ember feletti. Ez ember feletti. Ez az Istennek a munkája, ez az Istennek a terve, az Isten küldetése. És amikor rájövünk arra, hogy magasabb rendű tartalmat kaptunk azzal, hogy az Istennek szüksége van ránk. Hogy ember feletti tartalmat, ember feletti munkát, ember feletti küldetést viszünk végbe. Ő megvalósítja önmagát, az ő tervét, az ő szándékait rajtunk keresztül. Hogyha ezt előre tudnánk, akkor lehet, hogy nagyon bátran mondanánk igent, hogy elmenekülnénk előle. Ezért Jézus nem köti az órunkra, a Szamár órunkra, a Szamár fülünkre, hogy mit akar, de kéri azt, hogy ha amikor azt mondja, hogy rád szükségem van, akkor adjuk oda magunkat. És ennek a Szamárnak, meg a Szamár gazdainak feltételek nélkül teljesen át kellett adni magát arra a küldetése, erre a hívószóra. Feltételek nélkül, korlátok nélkül. És nekünk az emberi személyiségünknek szüksége van kilépni ebbe az ismeretlen pályára, ebbe az ismeretlen mezőbe, ahol már nem én osztom be az időmet, már nem én osztom be az erőmet, már nem én kontrollálom, hogy mi történjen az életemmel, hanem átadom magamat teljesen, és hogy Isten kontrolláljon engem, Isten vezessen engem, Isten hajtsa végre én bennem és én általam az ő gondolatait, az ő szándékait, az ő terveit. Mind a három szükségterület egyszerre van jelen bennünk. Egyszerre egy időben. És az egész életünkre ez jellemző. Szükségünk van tartozni valahová. Lenni valakié. Szükségünk van az emberi kapcsolatokra. Kapni, töltődni, tanulni. Szükségünk van Istenre való kapcsolatunkra, hogy töltődjünk, tanuljunk. És ez folyamatosan. A másik, szükségünk van arra, hogy lássuk, hogy szükség van ránk, és tevékenykedjünk, korlátozott mértékben adjunk magunkból, vállaljunk felelősséget, használjuk a képességeinket, a talentumainkat, az erőnket, a pénzünket, az időnket, valami jóra, valami hasznosra, ahol hasznosak vagyunk. És szükség van arra, hogy ebben érezzük a mértéktartást. És harmadsorban arra is szükségünk van, hogy viszont valamire meg kontroll nélkül, korlátozás nélkül odaadjuk magunkat. Ahol teljes mértékig az Isten rendelkezik velünk. És amikor ez a három terület egészségesen működik, és nincs kijátszva egymás ellen, akkor a személyiség egészséges, akkor Isten a teljes emberi személyiségünkben áldásként tud jelen lenni ott, ahol éppen vagyunk. Hogyha kijátsszuk a hármat egymás ellen, és azt mondjuk, hogy én teljesen átadom magam az Úrnak,
Nekem nincs szükségem emberi kapcsolatokra. Én igazából kivonulok a világból, és azt mondom, vagyok, mint minden ember, titok, északi fok, idegenség, messze. Nem tartozok senkihez. Csorbul a személyiségünk, torzul a személyiségünk. Nem tudjuk Istent egészségesen hordozni és képviselni. Hogyha meg azt mondjuk, hogy igen, mi nagyon benne vagyunk az emberi kapcsolatépítésekbe, és ebből merítünk, és az Úrnak a munkájába, de ránk nem lehet számítani, mert megígérjük, hogy ott leszünk holnap reggel 9-kor, megcsináljuk azt. Hát 3-9-kor a Szentlélek mondta, hogy most ne oda menjünk, hanem máshova menjünk. És akkor nem lehet ránk számítani, nem lehet ránk alapozni, és nem lehet megbízni bennünk. Ez nem Isten dicsőségére való. És az a másik rész sem, hogy én, hogy odaadjam magam teljesen, kontrollálatlanul, korlátok nélkül az Istennek, hogy ő rendelkezzen velem, hát ne haragudj, Úr Jézus, hát azért adtál józanságot, azért adtál bölcsességet. Ne játsszuk ki egyiket sem a másik ellen. Egyszerre, mindháromra a személyiségnek szüksége van, és egyszerre itt tudjuk betölteni azt, a küldetésünket, ami van ezen a földön. Nem akarok senkit leszamarazni, hanem felszamarazni. Kívánom, hogy halljuk meg, hogy az Úrnak szüksége van ránk. Hogy halld meg, hogy az Úrnak szüksége van rád. Hívd magához, hogy vele legyél. És ő az erőforrás, hogy legyél együtt más emberekkel, a családtagjaiddal, a szeretteiddel, a kollégáiddal. Hogy legyél más emberekkel, hogy csak legyél, hogy legyünk. És ő az erőforrása, a erőforrásunk, hogy feladatokat, munkákat végezzünk, és megbízható, tevékeny életet éljünk, hogy használjuk a kreativitásunkat, áldjunk meg másokat a tevékenységünkkel. Végezzük Isten munkáját is. Isten munkáját is. Az evangélium hirdetést, képviselni Krisztust az emberek között. És a földi életünkben is hasznos legyen a tevékenységünk a munkánk során. Ő az erőforrás ennek is, mert belülről mindig azért csak kell táplálkoznunk valahonnan. És ő nélküle meg nem tudjuk átadni magunkat neki teljesen. Tehát ehhez megint az ő forrásai kellenek. Kedves gyülekezet, kedves nézőink, kívánom azt, és kérem az Urat, hogy tudjunk meríteni ő belőle, és igenjük ezeket az emberi szükségeinket, és töltsük be, igyekezzünk betölteni ezeket a szükségeinket, és legyenek harmóniában ezek a szükségeink. Gondoskodjunk, uraljuk ezeket a szükségeinket. Van mindenkinek képessége arra, hogy az életének, a sorsának ilyen szempontból az ura legyen, az irányítója legyen, és kívánok ehhez bölcsességet, Isten vezetését és jó hangulatot. Mert az Úrnak szüksége van rád. Amen. Szeretnék imádkozni pár mondatban, hajtsuk meg a fejünket. Drága Uram, köszönöm, hogy arra hívtál, arra választottál ki mindenkit, hogy belépjen a veled való közösségbe, a veled való kapcsolatba, hogy veled legyen, hogy veled legyünk, hogy veled legyek. És köszönöm, Uram, hogy amikor veled vagyunk, akkor a tőled jövő kegyelem, a tőled jövő erő, a tőled jövő jó kisugárzás, a tőled jövő tartalom feltölt bennünket. És te adsz segítséget ahhoz, erőt ahhoz, jó kedvet ahhoz, hogy ne csupán legyenek szükségeink, hanem azok betöltődjenek. Betöltődjenek, és tudjunk mi is mások szükségeinek a betöltője lenni, hatékonyan, áldott módon. És Uram, leginkább azért imádkozom, ami talán a legnehezebb, hogy olyan módon álljunk a rendelkezésedre, hogy bármikor, amikor te akarod, akkor csak azt tegyük, egyedül csak azt, feltételek nélkül, amit te akarsz rajtunk keresztül. Hogy ne csupán az emberi síkon legyünk áldottak és sikeresek, hanem a természet feletti, az ember feletti, a te szemszögödből, a te céljaidnak az érdekében lehessen az életünk áldott, tartalmas, és élhessünk a te dicsőségedre. És köszönöm, Uram, hogy segítségül vagy, amikor segítségül hívunk, és megadod a kéréseinket. Uram, itt vagyunk, hogy mi most mondjuk neked, felajánlom az életem, itt vagyok, vedd az életem, és tedd meg velem,
Váljon valóra a te szándékod, a te akaratod. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, visszaadom Barnabásnak a szót. Szeretném elmondani az elérhetőségeinket, hogyha megengeditek. Az e-mail címünk paks.pünkösdikukac@gmail.com, ékezetek nélkül természetesen. Nagyon nagy szeretettel, kíváncsian várjuk a visszajelzéseket, akár a műsorral kapcsolatban, akár az igehirdetéssel kapcsolatban. Bármilyen kérdés merül fel, nem csak a kamerába nézek, hanem rátok is. Nyugodtan küldjétek el kérdéseket, visszajelzéseket, hogyha megfogalmazódnak, hogy hogyan kell imádkozni, hogy miért egy szamár, hogy mi volt a jelentőség a felső ruhának, vagy bármi. Tamás pásztor nagyon szívesen leül bárkivel egy kávéra, és meg lehet őt keresni tanácsadás céljából, lelki gondozás céljából. Azért mondom csak el, mert elmondta nekem, hogy ezt ő szívesen teszi, és megengedte, hogy ezt felajánljam a nevében. Úgyhogy ez szól bárkinek, aki bármikor a jövőben, vagy akár jelen pillanatban hallja, vagy látja ezt. A gyülekezetünknek van egy honlapja, paks.pünkösdi.hu címmel, szintén ékezetek nélkül természetesen, itt is megtaláljátok az elérhetőségeinket, és a Facebookon is megtaláltok bennünket, facebook.com/paks.mpe, mint Magyar Pünkösdi Egyház a címünk, de hogyha beírjátok a keresőbe, hogy Paksi Pünkösdi Gyülekezet, akkor így is megtalálhatóak vagyunk. Minden vasárnap is 10 órától van Isten tiszteletünk a Tolnai út 42/A-ban, és nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit itt, aki szívesen eljön. Nem kell hozzá túl nagy bátorság, mert itt olyan emberek szoktak lenni, akik nem harapnak, akik harapnak, azokat meg nem engedjük be. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és hogyha esetleg van időnként, hogy elmarad, akkor a Facebookon ez kiírásra kerül. Nagyon köszönjük a figyelmet, a kedves nézőktől elbúcsúzom, Isten áldjon benneteket, viszontlátásra!